Egy Isten és egy Uram, nem személy szerint való egység, hanem három személyben, és mégis egyetlen lényegben. Így, amit isteni szabadra dicsőségedről hittel van, azt fiatról is állítom, a Szent Lélekről is ünnepünk, minden különbség tételvéletünk. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk meg, egyet.